hogyan tudnál minket támogatni. Én elmondtam, hogy nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, szeretném elmondani, hogy 2013-ban 9 település részvételével alakult meg a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Csanádpalota gesztorságával, és ennek az volt a célja ennek a társulásnak, hogy a szociális feladatokat magasabb színvonalon lássa el. Aztán javasolták, és ez biztos meg is fog történni, hisz pályázati forrásból az összeg rendelkezésre áll a főszolgabírói épület funkcióval való ellátása. Tudják-e már, hogy kire fognak szavazni? Igen. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy kire fog szavazni. Hogy te tudnád? Már ez el van döntve régen. Ha mindenki tudja, akkor el se kéne semmi dolga, és csak meghívjon bennünket egy fagyira vagy egy sörre. Mert nem, akkor a nem, lakossági fórumnak ez az egyetlen egy dolga van. De ezek szerint itt vannak, akik tiltakoznak. Nem javaslom a széthúzást, nem javaslom a fölösleges vitákat, nem javaslom a mocskolódást, és nem javaslom azt, hogy egymás ellen harcoljanak egy olyan helyzetben, amikor mindenki segítségre szorul, az csak akkor lehet, hogyha az emberek nem egymással, hanem a közös ügy érdekében azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudnának a településnek segíteni. Magát idézve ön, mit tetszett mondani, hogy ha valaki a 220 ezer forintot havonta nem keresi meg, az lúzer. És ezt ki mondta? Ezt ön. És mikor mondta? Ön mondta. Hol? Be, fönt volt a neten. De tessék most elmondani, hogy nem mutogatok én, maga sem mutogat, nem mutogat én sem, fent van, ezt többen látták. Na most, hogy most hallgasson már meg, én is meghallgattam. Én nagyon köszönöm, de a hazugságokat nem szerettem. Én sem. Nem hallgatom. De akkor tessék elmondani, hogy ezt hol mondta. Na most, hogyha ön lúzernek nevezi, mert mindenki lúzer, mert itt 50 ezer forintból élünk. 50. Asszonyom. De most ne asszonyozzon nekem, miniszter úr, ne! Ne asszonyozzon! Mindegy, hogy mit mond, meg nekünk hiába próbál most nyergesni. Majd mink eldöntsük, hogy Debrecen is ki lesz, akkor az lesz. Nem, ő is nagyon, ő viszont sokat tett palotáé, a Szent Víz csatornába kiállt palota mellett, akkor hol volt nyergesni? Hol? Vándorol, hol ide, hol oda? Természetesen, amit itt a hölgy mondott, a szemenszedett hazugság, soha életében ilyet nem mondtam, mint ahogy a hölgy se tudja ezt idézni. Ebben a közösségben fordult az elő 2014-ben, hogy itt a Szegedi Büntetőbíróság szerint egy csanádpalotai illetékességű és makói illetékességű ember az én összes választási plakátomat letépte és összefirkálta, ezért a bíróság őt elítélte. Én ennek ellenére nem sértődtem meg és nem haragudtam meg, mert a politikában a vélemény nyilvánítás szabad. Kicsit ezt túlzásnak tartom, én még életemben senkinek a plakátját és szórólapját nem minősítettem és nem foglalkoztam ezzel. Egyébként a bíróságon először összeszarta magát, mert azt vallotta, hogy pillanatnyi elmezavarnak a hatására verte szét. Hagyj fejezzem be a mondatomat. Először azt vallotta a bíróságon az illető, hogy pillanatnyi elmezavar miatt következett ez be, aztán már megjött a bátorság, mert azt mondta, hogy politikai véleménynyilvánítás miatt. Nekem ez sem probléma, félreértés ne essék, én mindenkivel szívesen dolgozom együtt, és tudok együtt dolgozni, de hogyha valaki velem nem akar együtt dolgozni, annak nem tudok mit csinálni. Azt az állítást, hogy én bárkiről a vagyoni helyzetek, keresete miatt csúnyán beszéltem volna, vagy lenéztem volna, ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanom, és azt ígérhetem Petroni képviselő asszonynak, hogy mindenben állok a képviselőtestület rendelkezésére, és igyekszem segíteni az ügyet. És mindenkitől nyugalmat, megfontoltságot és higgadtságot kérek a következő napokban és vasárnap is. És önnek nagyon igaza van, a legfontosabb dolog, hogy mindenki menjen el szavazni, és mondja el a véleményét a szavazófülke magányában, a meggyőződése, az elképzelése és a hite szerint. Ez mindenkinek a maga dolga. Mindenki elmondta, hogy mit gondol. Aki nem mondta el, az nyilván kevesebbet, vagy nem tudom, megtartotta magának. Tehát de mindenki elmondta, aki el akarta, hogy mit gondol, mindenki meghallgathatta őket, aki meg akarta hallgatni, még én is elmondtam, amit akartam, úgyhogy minden információ rendelkezésre áll, ahhoz, hogy ebben a nehéz helyzetben, mert egy polgármester halála mindig nehéz dolog, a településen legyen egyfajta együttműködés és összefogás, ahhoz, hogy boldogulás legyen.